Mindenkit itt Vakmix, és ez az első olyan androidos videóm, amiben beszélni fogok. Nem lesz túl sok ilyen alkalom, mert nem nagyon van ilyenekre most időm sajnos, de most a Survivor Craftról akarok egy kis videót csinálni, méghozzá végre ugyebár hanggal, mert bármit ilyen hosszabb videót csak hanggal értitek. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, kezdjük egy új világot. Nem tudom, hogy mit akarok, de nem is érdekes. Legyen egyszerű túlélő játékmód, hogy lássátok meg ti is, hogy milyen, és a szíd az lesz egyszerűen, hogy YouTube, és aki akar azon a pályán játszani, ami én, ugyebár, az beírja ugyanezt, az Case, akinek megvan ez a játék, vagy aki letöltötte. Oké. Okay. De nem ezért, hanem challenging. Hogy mi? Ja, ez az. Úgyhogy meg is várom, amíg legenerálja a világot. Addig olyan gondolkoztam, hogy a következő videókban, nem tudom, amiket gépen fogok majd felvenni, milyen poén lenne, vagy nem is tudom, de szerintem jó ötlet, hogy néhány videómban, tehát ilyen beszélgetős videókat akarok, hogy mit tudom én, egy BF3 gameplayt veszek, most újra lett rakva a gépünk, amit használok én a testvéremmel, és 64 bites rendszert raktunk fel, úgyhogy most úgy, ahogy fut a BF, nem tudom, hogy ezt lehet. Mit csinál ez? Na mindegy, tehát olyat akarok, hogy egy-két videóban így gondolok valami témára, és akkor arról milyen poén lenne beszélgetni, elmondom a véleményemet én meg, hogyha valaki ott van velem, mit tudom én, Molnár vagy valaki, akkor ő is megosztaná a véleményét az adott témáról. Pármilyen témáról lehet szó, tök mindegy. És ti is megoszthatjátok a véleményeteket. Szerintem ez egy tök jó ötlet. Az nem más kérdés, hogy megvalósítani, hogy lehetne. Majd meglátjuk, hogy alakulna ki. Plusz szeretnék olyanokat is most már, hogy mit tudom én, olyan nyitott kapuk. Ugye a GameSpace-nek már volt több ilyenje is, de én sajátot akarok, mármint úgy értve, hogy ugye nincsen sok követőm, de nem is ez a lényeg, hanem hogy akinek megvan a BF3, kicsit lejjebb veszem, nem tudom mennyire hallotok, mindegy. Tehát akinek megvan a BF3, majd néha szerveznék ilyeneket, hogy milyen lenne, ha feljönnétek a TS-re, majd megadom az IP-t, mondjuk, amíg TS-en én fent szoktam lenni, az egy a Hamacsis TS, ami saját, oda nem sokan járnak fel, mert ugye csak azok, akik bemennek a Hamacsi hálózatokba. Akit érdekel, az megírja, hogyha be akar lépni, hogy valami, meg megírom neki üzenetbe adatokat, de tök mindegy. Amúgy a ts.azuregoswolf.com TS szerven szoktam lenni, tehát ts.azuregoswolf.com, és oda feljönnének az emberek, akik úgy gondolják, hogy BF-eznének velem, és nem féltik a dögcédulájukat, azok jöjjenek, és akkor játszunk, nem feltétlen veszem fel videóra, mert lusta vagyok rá, de majd meglátjuk. Ugye hát most Androidon azért veszek videókat, mert hát miért ne? Ugyebár egyrészt akkor veszem a videót, amikor úgymond ráérek, és lekonvertálni is hamar lekonvertálja a program, ami fenn van a készüléken. Ugye, ahogy már mondtam, vagy nem is mondtam, mert csak videó leírásban volt, aztán, vagy mit tudom én, Nexus 7 2-es készüléken van, közben előbb azért hülyéskedtem itt, mert mint hogy egy kis laggot éreztem volna, ami fura. Nem tudom, hogy miért volt, ha volt, de mint hogyha megjavult volna, nem tudom, na mindegy. Tehát, ahogy mondom, már nem mondtam még, hanem azt nem írtam, ja, ilyen hülye, megint csak ilyen hülye érzésem van. Mi van, mi a baja ennek? Mi van, most vegyem lejjebb? Eddig nem ajánlott, mert csak az mindegy, akkor levesszük ezt, újra töltöm. Lehet, hogy most a videó felvétel hülyíti, nem tudom. Ennek pedig elvileg nem kellene. Na mindegy, hát akkor így játszunk, hát annyit nem mondtam élményesült, de miért? Miért látjátok? Láttatok ezt is? Ugye ti látjátok azt, hogy én hova érek, mármint nyúlok, és ott is most a képernyő közepén mi volt az? Megint. LOL.
Ezt nem tudom, miért csinálja, de mindegy. Videó nélkül nem csinál semmi ilyet. Amúgy a Survivor Craft az olyan, mint egy ilyen Minecraft, de olvasgatom a véleményeket az Android piacon, és olyan vélemények vannak, hogy beszarok. Tehát azért őszintén, ez nem egy Minecraft klón. Attól, hogy valami pixeles, meg ilyen kockákból áll, az nem Minecraft. Ez semmi, szinte semmibe se hasonlít a Minecraftra, de most komolyan. Minecraftban nincsenek madarak, meg csomó állat. Most komolyan. Lassíts, csak mert fáradok, ugye itt vannak a statisztikák. Mindjárt réhen döglök, nem tudom, hogy mióta van ez, de nagyon hamar megéhezik a pali. Vannak ugye textúrapakok, ahogy előbb mutattam, van a default Minecraft, azaz a Minecraft textúra pak. Ugye, mondjuk én annyi sok különbséget nem veszek észre, ez textúrapak és az alap között. Van videójárás, hogy láthatjátok, most zuhog, nagyon állat, amikor villámlik. Többször előfordult már, hogy villámlik, és akkor pont belement egy idióta madár, mármint pont elkapta, aki gyulladt. De előfordulhat, hogy beléd is, beléd csaphat a villámán. Ott is volt egy villám, csak nem látszott, csak a fénye. Dörög is az ég. Aztán én most itt lemerészkedek, úgyhogy tök vagány vagyok, ti valószínűleg nem is láttok olyan sokat. Tehát ha... Meg közben hallgatok, mert szoktak lent lenni az ilyen bányákba vadállatok, azaz medvék. És van is, tehát hallom a medvét valahol. Az medvékkel egy baj van, nagyon sok életük van. És veszélyesek. Úgyhogy remélem, hogy mármint valószínű, hogy a közelben van, de ne a közvetlen közelben. Itt van egy tök jó menekülési útvonal, ráadásul pont víz. Remek. Na jó, akkor bányászunk, ugye, mert erről szól a Survivor Craft. Éljük túl. Nagyon sok, tehát na, a játékon belül található ilyen megosztási központ. Remek, egyek valamit. Mit egyek? Együk meg a követ. Miért ne? Legyünk Bear Grylls-ek. Na persze nem követ fogok én mindjárt enni, hanem... Láttam tököket, amikor leillettem, hoppá, farkas kutya, szia. Remélem, hogy nem bánt az. Ó, itt egy tojás, azt meg is ehetjük. Együk meg. Nyam. Jegyezzük meg, hogy honnan jöttünk. Ott van egy tök, ha jól látom, ilyen messziről. Nexus 7-2-ről azt kell tudni, hogy a legnagyobb pixel felbontással rendelkezik elméletileg most a androidok körébe. Mármint Android tabletek körébe, nem tudom, hogy ez mennyire igaz. És teljesítményügyileg nagyon jó ár arányban van. Tehát amilyen teljesítmény nyújt, az ár az a 80 ezer forint, amennyire én vettem, az nem sok. Szerintem megérte, nagyon állat készülék, semmi se szaggat rajta, de komolyan. Most lehet, hogy az a baj amúgy, hogy sokáig nem volt újraindítva, hogy ki tudja. Előfordult már amúgy, hogy mi a szar volt ez. Mindegy, előfordult már, hogy sokáig bekapcsolva van és dolgozik, akkor egy idő után elkezd laggolni. Most valószínű azért csinálja ezt, mert most van net, és most a YouTube az most tölt le dolgokat, meg már nem a YouTube, hanem egy program a YouTube-ról tölt le, meg megy egy-két alapvető program, mint például a TeamSpeak, a Steam, Skype, ezek azok, mindegy. Mármint a háttérben az nem látszik, meg ki lehet kapcsolni amúgy, de ugyanúgy megy, tehát nincs ott a kis jele, ott szokott lenni a bal felső sarokban, ha akarom, de ez ki volt már rá például, tehát például most is nem volt ott, de mégis fut, tehát lehet majd mindjárt az lesz, hogy ad ilyen hülye hangot, aztán valaki rám is Steamen előfordult már, ez van. Közben ezeket a csodálatos háttérzajok, ezek az, hogy például megy a szobámba a gáz. Na mindegy. Ez egy tök jó kis videó. Ja, amúgy nem is tudom, milyen videó felvevővel veszem, amint így fejből, de meg lehet nézni egyszerűen. Ott is van SCR Pro-val veszem. Mert már kérdezte Mr. Wolfrank például. De meg is írtam neki, tehát kérdezzetek nyugodtan. Az persze, ez, például most ez egy jó téma, amit most fogok felhozni, tehát valami ilyesmire számítsatok, hogy panaszkodnak a YouTube-osok, hogyha
egy kérdést feltesznek 200 000-szer. Mivel vetted fel a videót? Hogy konvertálod le, meg ilyenek? Hogy töltöd fel? Tehát amúgy az a vicces az emberekbe, de aki magára ismer, az így járt. Nem szégyen igazából, mert hát az ember segítségre szorul, hogyha úgy van. Jó, ez hülyén hangzik, de mindegy. Tehát a Google mindenben segít. Komolyan beírjátok neki. Jó, persze egy minimális alap, tehát ilyen angol tudásra szükség van, de hát na. Tehát nem az kell, hogy megkérdezitek a videóst, vagy bárkit, hogy mivel vette fel a videót, hanem egyszerűen rá kell keresni. Most nem mondok neveket, mert tényleg nyugodtan kérdezzétek meg. Hogyha nagyon rossz kedvemben vagyok, akkor valószínű, hogy nem fogok válaszolni, de amúgy válaszolni fogok valószínűleg. Tehát például PC-n mivel veszük fel a videókat. Most kijött valami D3D Max, vagy mi a fene, most fejből aztán ez a neve, nem tudom. Most jött ki 10 000 forintos videófelvevő program. Nagyon drága szerintem, azonban egész jó. Van 15 napos ingyenes kipróbáló verziója, kipróbálhatási demós cucc. És egész jó felvevő program. Igen, drága, de hát ez van. Olyan videófelvevő program, hogy hosszú videók elég kis helyet foglalnak. Például egy 8 perces Hamfront videót, max grafika, 30 fps, az 1 giga. Ami egy egész jó méretarány. Képminőség persze egész szép az is. Például ezt a videót most jelenleg veszem 3 megabyte per szekundummal. Tehát elég nagy helyet fog foglalni, hogyha jó sokáig veszem. A lekonvertálás után lekonvertálom 2 megabyte per szekundummal. Magyarul nyerek egy csomó helyet. De azonban fél nap lesz még ez is, mire felmegy. És ront tovább a minőségen. Tehát például most valószínű, hogy rohadtul nem látjátok, hogy mit csinálok. És van egy olyan érzésem, hogy készítenem kell egy kardot, de nagyon gyorsan 2 is. Nagyon gyorsan így. Meg csinálok fákját, hogy lássatok bármit is. Mert igen, elég figyelmetlen vagyok rátok tekintettel. Nem szabad kimenni. Most nem szabad kimenni. A farkasok este bevadulnak és meg akarnak gyilkolni. Ha lehet hallani, ahogy lépkednek odafent. Ez egy zavaró, de hát na, ez van, hoppá, nagyon okos voltam. Sóderre ráraktam a fákját. A viszonylag kalapra, mert nem nagyon ismerem ezt a textrapokat. Igen, ez sóder. Kardot a kezembe veszem, ez a macsétét, és szerintem aludni kellene. És ennyi lesz ez az első rész, ha akartok még bármilyen videót Androidról, nyugodtan írjátok meg, bármiről készítek videót, bármilyen játékról. Mondjuk most azért nem fogom újra letölteni a Modern Combat 4-et, hogy én most multiplayer videót vegyek, de nem is vettem, pedig vehettem volna, de akkor még nem volt felvevő program, amúgy nagyon jó játék, de meg lehet tudni, úgyhogy mindegy, megírjátok, hogy miből akartok videót, lesz videó. De, felmelegedett azért a tablet rendesen, úgyhogy dolgozik a videó felvevő program, most nem tudom, mi van vele, nem baj. Tehát bármilyen videót akartok, ügyesen leraktam azt ott valahogy, nem tudom, hogy itt valami paranormális jelenségek vannak. De még a videóban talán gyorsan megölhetnék egy rohadt állatot. És akkor ennyi lesz. Lássátok már a szegény állatok szenvedését a játékon belül. Például ezt a kutyát megölhetném, mert idegesítő. Ja, és van a normális AI, tehát ha megtámadom ezt az állatot, talán azok nem, meg az ott, meg arra is volt egy. Lehet, hogy inkább annak megyek neki. Tehát, hogyha a közelükben vannak egymásnak, akkor... Na, ilyen messze... Na azért. Tehát... Hordákba tömörülnek és együtt támadnak. Ezt gyorsan be is mutathatom, szerintem figyeljétek. Az jó. Jajjaj. Hányan futnak utánam? 1, 2, 3. Oké, elég. Menjene! Rossz kutya! Ajjaj! Gyere! Ja igen, és hogyha nagyon megsérülnek, elmenekülnek.
3 ütés után látható. Tapasztalható. Na, még valaki, aki kötekedni akar? Mondjuk én kötekedtem, de tök mindegy. Gyere, gyere! Gyere ide! Na! Na, gyere, gyere, nyugi! Ja, nem bántalak én! Ha, felszerek! Na mi van? Mit ugatsz? Gyere akkor, hogyha ilyen nagy a szád, gyere! Na menj! Na jó, adok én neked. Na, de hogyha ilyen nagy a szád, akkor gyere már bunyózunk, na mi van? Átmászok a hátadon, jó? Köszi. Anya, arat! Te! Szígyed magad! Rossz! Kutya! Na jó van, tehát ennyire, hogy ez a videó, akartok még videót, akkor komment! És találkozunk talán mit tudom én, a PF-be, akinek van PF-e, az figyelje a patlalogomat, mert elég gyakran játszok mostanában, és menjünk, játszunk már, vegyétek el a dögcédőlemat, mert engem az eléggé tud idegesíteni, ha valaki le tud késelni, mert előfordul, hogyha olyan szarul sikerül valami, de mindegy, nem tudom ezt most miért mondtam, de tök mindegy, igen. Tehát, hogyha akartok videót, akkor megírjátok a kommentbe, ha bármilyen kérdésetek van, azt is megírhatjátok üzenetbe, vagy kommentbe, tök mindegy. Na, tehát bármit akartok, megírjátok, nagyon lényeg. Tehát, sziasztok! Valaki kapcsgomb, itt van. Sziasztok!